az ő személyével kapcsolatban egyrészt a karizma, a másik az, hogy ő nem tud unalmasan beszélni semmiről. Hihetetlen kifinomult humorérzék, ami meglátásom szerint egy ugyanilyen kifinomult és hihetetlen intelligenciára van. És ami ugye átinterpretálódik, vagy áttevődik a munkáiban is, tehát ez a rafinált, konceptuálisan nagyon megszerkesztett, de ugyanakkor egy ilyen fanyar humor megjelenik, ezt én egy nagy erénynek tartom. Hát valahogy úgy olyan 40 éve, hogy először találkoztunk, nem tudom, jó számolok el, 80-as évek elején, 83, közel 40 éve. Mégpedig a kolozsvári felvételik alkalmával, tehát amikor többször is felvételiztünk Kolozsvárra, és bánatunkat a Szamos teraszon sörbe folytottuk, és arra emlékszem, hogy egy ilyen szuggesztív, karizmatikus figura, akire mindenki úgy nézett, ugye egy picivel idősebb, mint én, és ő már túl volt egy építészet egyetemen, tehát egy óriási tudású és karizmatikus figura, aki a sör fogytával egyre izgalmasabban és lebilincselőbben beszél. Tehát innen datálódik a mi ismeretségünk. Aztán itt a képzőn, ahol most ülünk, a 90-es évek elején kerültünk szorosabb barátságba, tehát ugye itt mind a ketten grafika szakra jártunk, és az volt egy nagyon intenzív időszak számunkra, úgy szakmailag, mint emberileg. Tehát ugye egy közös művész csoportban voltunk, a Túlsópart, utaztunk rengeteget. Tehát azt mondanám, hogy maga a művészi hozzáállásunk és a művészi pályánk eleje az összekapcsolódik. Tehát nagyon sok kiállítás, Berlin, Hamburg, Temesvár, tehát performance-ek. Tehát ez egy nagyon-nagyon intenzív időszak volt. Egyrészt a magyar képzőművészeti életben is, de ez ugye egybeesett a mi pályaindulásunkkal. És hát ami ugye megismételhetetlen és egyszerű volt, arról az dokumentálva nem volt, ezek a napokig tartó beszélgetések. Tehát ő az a figura, aki ugye én nem ismerek más ilyen embert, aki a legapróbb dolgokról is úgy tud beszélni, hogy az izgalmas.